ő benne megbízom annyira, hogy ő ezt végig fogja csinálni. Nagyon elszánt, nagyon erős karakter, és vannak céljai, amiket meg akar valósítani. Az általa eddig végzett kemény fizikai munkák olyan szinten veszélyeztették az egészségét, hogy akár kerekesszékbe is kerülhet, ezért egy könnyebb munkára van szüksége. Mi a portási állásban gondolkoztunk, tehát ezt tűztük ki közösen itt célnak. Ehhez viszont, amikor elkezdtük keresni ezeket az állásokat, kiderült, hogy szükség van a személyes vagyonőrképzésre. Egész életem, amit ahhoz szoktam, mert 15 évesen kezdtem el dolgozni, hogy állandóan fizikai munkákat végeztem. Tehát én, mint Gabi szociális munkása, én nagyon tudom tisztelni őt, mert annak ellenére, hogy egészségügyi problémákkal küzd, ugyanis súlyos csontritkulása van, és a csípőprotézis van neki beültetve, mindig azon, tehát abba az irányba ment, hogy legyen neki munkahelye. Kiskunlacházán születtem, öten voltunk testvérek, mind az ötünket intézetbe adtak. Én 3 éves koromban kerültem Tápió Györgyére a nevelőszülőkhöz. És 15 évesen az iskolát ott jártam ki az utolsó, 1 évet, és akkor ott föltették azt a nagy bizonyos kérdést, hogy tovább tanulsz-e, vagy dolgozni mész. Én a munkát választottam, és 85-ben kerültem, még február 15-én a HPS-be, Újpest, a szövőgyárba. Örököltek egy lakást, és akkor ugye innen kezdődött nekik a hajléktalanságuk, mert ahogy azt a lakást megörökölték, akkor a jobb élet reményében ugye úgy gondolták, hogy elcserélik, és akkor még pénzt is kapnak, aztán a lakásmafia áldozatai lettek. És akkor itt esett nekik szét a család, innen kezdődik a hajléktalan történetük. Már együtt dolgoztam Gabival, amikor megtudtam, hogy ő egy népszerű beszélgető showban szerepelt. Aztán megnéztem. Hát akkor vágjunk bele. Én 2006 és 2009-ben szerepeltem egy kibeszélő show műsorban. És ott el kellett játszani egy bizonyos karaktereket. 2006-ban nyugi szerep jutott rá. Jött a 2009-es, az már nem nyugodt szerep volt, és akkor túlzottan is előadtam magam. Milyen nem normális embert játszottam, és ennek sajnos a következményei még a mai napig is megvannak. Sokan idegbetegnek néznek, hogy na, hogy itt jön ez az őrült, de a valóságot nem fedi. Hogyha most elvégzi ezt a tanfolyamot, akkor számításaink szerint elég gyorsan, tehát még ebben az évben el tud menni dolgozni, és akkor elkezdünk félretenni folyamatosan. Most az 5 év alatt biztos, hogy fog neki összegyűlni annyi, hogy egy önkormányzati lakáson be tudjuk nyújtani a pályázatot. Szakma lesz a kezembe, munka, és akkor ki tudok kerülni ebből az életből. És tudok félretenni, tehát előtakarékosság. És akkor lesz ez a pénztelenség. És ugye a Gabi, ő kimondottan az a típus, aki nagyon-nagyon szeretne kikerülni, és mindent meg is tesz érte. A fél éves munka során az a lényeg igazániból, hogy a hajléktalan pályázónk mellett van egy szociális munkás, akivel ő amúgy is dolgozna és dolgozik, mert hogy azt a dolgot látjuk, hogy bármiféle lépésnél, bármiféle változásnál nagyon-nagyon fontos, hogy egy megfelelő háttér, egy biztos segítség rendelkezésre álljon.
furcsa módon azt szoktuk látni, hogy ha valami baj van, akkor kell a segítség, és ez így is van nyilván, de hogy azt is látjuk, hogy ha valami jó kezd el bárkinek is a sorsába történni, akkor még ennyire fontos valamiféle beágyazottság, valami háttér. Én ezért bízom benne, hogy ő ezt véghez is viszi, és biztos vagyok benne, hogyha megszerzi ezt a tanúsítványt, akkor utána el is fog vele helyezkedni, mert addig fog menni, amíg nem lesz vele munkahelye.